A Dombovári Ifjúsági Fúvos Zenekar ünnepi koncertre invitálta a zenekedvelőket a Művelődési Ház színház termébe. A város polgármestere köszöntő beszédében hangsúlyozta a hagyományok fontosságát, amelyek összetartják a közösséget, gyökeret adnak. Hagyományok fontosak, összetartják a közösséget, adnak egy gyökeret, amihez jó visszatérni, amelyre jó érzés emlékezni és újra átélni. A hagyománya nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása, ahogy ezt a zenekar lassan két évtizedes munkásságával is kiválóan bizonyítja. A hagyományokkal szemben a változás sem jelent rosszat, sőt, legtöbb esetben pozitív előre lendülést hoz magával. A zenére való tanítás segíti a fiatalok tehetségének kibontakozását, kreativitásuk megélését. Mindez kiegészül a vallásos neveléssel, mely egy szilárd alapot ad számukra. A ifjúsági fúvószenekar már 16 évvel ezelőtt alakult meg városunkban. Sikerült töretlenségét mi sem nyugtázza jobban, mint hogy számtalan fellépésük volt országhatáronkon kívül is. A városi rendezvényeken mindig örömmel vállalnak szerepet, örvendeztetik meg a közönséget kiváló játékokkal. Örömre szolgál, hogy a vezetőváltás utáni nehézségeket leküzdve, én már teljes létszámban újra hallhatjuk a fúvószenekart. A zenekar ünnepi koncertje ismételten egy színvonalos programra hívta össze a város és a környék lakosságát. A vezetőknek hálásak vagyunk áldásos munkájukért az ifjúsági zeneoktatásban, a gyerekek zeneszeretetre való nevelésében. Kodály Zoltán szavaival élve, aki a zenében indul az életbe, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegít őt a bajon. Az ifjúsági zenekar új karmesterével, a Hídas Frigyes Díjas Markovics Gábor vezetésével állt ki a dombovári közönség elé. Hogy a repertoár valahogy megpróbáljam bemutatni, én egy ilyen ünnepi asztalt képzeltem el, ahol mindenki megtalálja magának való kedvességet és finomságot, és lesznek ínyenségek is bent, tehát lesz olyan, ami egy picit a kuriózumok közé tartozik, de lesz könnyed, kis desszert jellegű, és habis lesz a tetején. Tehát valahogy így tudnám összefoglalni. Ha szeretném konkrétabban megnevezni, tehát a szokásos koncert induló fantázia, korálfantázia, nyitányszerűség, és utána a könnyed hangvételű kis utazás egy ilyen hegyi kis vasúton, utána egy két komolyabb hangvételű művész darab következik, lesz operett is, és lesz swing is. Tehát azt hiszem, hogy mindenki megtalálja magának a kedvenc darabját. Én szeptembertől vettem át, ugye akkor jöttem ide át az iskolába, heti egy próba van pénteken, egy nagy próba, és minden hónap egy szombatján plusz van egy 3 órás próba, hiszen nagy része tanuló a zenekarnak, tehát középiskolás, egyetemista, főiskolás, tehát így tudjuk összeegyeztetni a próbarendet. Előre 2-3 hónappal kihirdetjük, egyeztetjük, és ami a legjobb időpont, ugye a nagy többségi tud lenni, akkor próbálunk. És kaptunk támogatásképpen egy hétvégi, tulajdonképpen zenetábori gyakorlási lehetőséget Balatonszárszón, a Evangélikus Egyház üdülőjében, ahol nagyszerű körülmények között 3 nap készülhettünk, tulajdonképpen a fő gerincével a műsornak. A helyi evangélikus iskola által működtetett dombovári ifjúsági fúvorzenekar célja az élő fúvorzene népszerűsítése,
hangulatos átdolgozásokkal. Symphonic Band felállásban vagyunk, tehát igazából ugyanúgy fafúvós hangszerek, fuvola klarinét és annak különböző szólamcsoportjai, tehát egészen a magas regiszertől a mély regiszterig, részfúvós család, és mivel Symphonic Band hála jégnek is van hozzá ember is, van nagy bőgősünk is, meg hát az ütős részleg teljes palettája, mély részfúvósok, részfúvós családból is a magasabb regiszter és a mély regiszter is teljes mértékben képviselteti magát. Az újévi koncert a Dombóvári Ifjúsági Fúvózenekarnál. Most ugye Covid miatt kimaradt 2-3 év, meg most a szünet miatt eltolódott egy kicsit, tehát így januárra terveztük, de át kellett raknunk februárra, és mivel már februárban és nem teljesen új év, ezért úgy gondoltuk, hogy ez egy ünnepi koncert lesz most. Egy kicsit megújulásban vagyunk, mert hogy karmesterváltás történt a zenekarnál, de úgy látom, és majd ezt a közönség is hallani fogja, meg látni fogja a színpadon, hogy nem sérült a zenekar, tehát nagyon szép létszámmal vagyunk, és nagyon szép művek fognak szólni. Egy ilyen újévi koncert az mindig van, vagy így tavaszba, de tervezünk nyárra, meg kaptunk felhívást, vagy meghívást külföldre is vendégszereplésre. Tehát szeretnénk, hogy igen, minél sűrűbben hallhassanak minket, de az éves nagy koncert az itt van az év elején, és ahogy látjuk, tehát ház lesz. A zenekedvelők megtöltötték a nézőteret, örömmel hallgatták a Dombóvári Ifjúsági Fúvós Zenekar ünnepi koncertjét.